A nyolcadikos tanulók számára január közepe az év legfontosabb időszakának számít. A diákoknak már korábban el kellett dönteniük, hova adják be jelentkezéseiket, valamint hol szeretnék megírni az írásbeli feladatlapot. A korábbiakkal megegyezően most szombaton is magyarból és matematikából kell számot adni tudásukról, külön tesztet aznap délután pedig azokban az iskolákban kell lebonyolítani, ahol Arany János tehetséggondozó osztály indul. Ilyen a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium is. A középiskolában közel 230 tanuló felvételét kell megszervezni. Az intézmény már december elején pontos szabályismertetést kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ami teljesen bizonyos, hogy a tavalyi érettségi, mármint a 2020-as érettségi szigorú szabályai vonatkoznak majd a gyerekek elhelyezésére, a megtekintés módjára és természetesen a javításnál is fokozottabban kell majd figyelnünk a javító pedagógusok egészségére és a biztonságra. Legnagyobb sajnálatunkra most szülők az iskola területére nem léphetnek be, és kérjük is a szülőket, hogy valahol engedjék el őket, hogy miről beszélünk a Széchenyi utcán, mert ha kapunál nagyon nagy a tülekedés, akkor nem tudjuk biztosítani a kellő egészségügyi távolságot. A beléptetés is természetesen fokozott óvatossággal történik. A Zrínyi bejáratánál például testhőmérős kapu ellenőrzi a tanulókat, ahol gyakori rendszerességgel történik majd a fertőtlenítés is. A felvételizőknek az iskola folyosóin kötelező maszkot viselni, a tesztek kitöltése során azonban nem kötelező eltakarni a szájat és orrot. Egy teremben legfeljebb 10 tanuló tartózkodhat, a beosztás pedig igyekeztek úgy kidolgozni, hogy az egyáltalános iskolából érkezők ugyanabban a teremben tartózkodhassanak. Akik egészségügyi vagy egyéb ok miatt szombaton nem tudnak megjelenni, 5 nappal később megfelelő igazolás bemutatásával pótolhatják a teszt megírását. Ráadásul idén a járványhelyzet miatt még egy pótnapot meghirdettek. Decemberben, 2020 decemberében még kaptunk egy EMMI határozatot, amely külön kitér és felsorolja a covidos vagy a karanténban, hatósági karanténban lévő problémás gyermekek helyzetét, hiszen elképzelhető az, hogyha valaki karanténban van, akkor a 10-14 nap nem telik el a 23-a és a pótnap között, ezért egy központilag kijelölt február 5-i biztonsági pótnap is van, amelyen azok a gyerekek lehetnek, akik hatósági karanténban vannak, vagy maguk is fertőzött betegként nem tudnak részt venni a felvételi eljárásban. A felvételi teszt kitöltését követően a már kijavított dolgozatok megtekintése is szigorúbb szabályok szerint fog működni. Érdemes addig is napi szinten követni a középiskolák internetes felületeit, ahol az ismertetőket folyamatosan közlik a nyolcadikosokkal.